Közel 20 szobor hirdeti ma is, hogy a Sárospataki Református Kollégium lépcsőit ki mindenki koptatta az elmúlt évszázadokban, hiszen többségük neves történelmi, kultúrtörténeti személyiség lett. Gondoljunk csak Kossuth Lajosra, Kazinczy Ferencre, de ezt a sort színesíti például Erdélyi János is. Az iskolakert történet majdhogy nem ezen keresztül is figyelemmel kísérhető. 1870-ben állították tehát az első szobrot, amit említettem, Vaj Miklósnak az alkotása ez, és utána tulajdonképpen elindult a szobroknak a létesítése az iskolakertben. 1896-ban Holló Barnabás neves szobrászművész alkotása, a Tompa Mihály mellszobra, majd 1931-ben Horváth Gézának az alkotása, a Lorántffy Zsuzsanna szobor. És ezután pedig már kollégium, egyházkerület, öreg diákok, tehát különféle összefogások nyomán létesültek azok a szobrok, amelyek a legkiválóbb sárospataki diákoknak állítanak emléket. A jelenlegi zajló felújítási munkálatoknak köszönhetően a szobrokhoz vezető sétány most még inkább kinyílik a látogató előtt, és közelebb hozza azokat az érdeklődők felé. Professzor dr. Dienes Dénes arról is beszélt, hogy miként is bővülhetett folyamatosan az iskolakert a szobrokat tekintve. Részben a nagy ünnepségek, nagy évfordulók kapcsán általában a kollégium és a baráti körének, öreg diákoknak az összefogásából, és ugye 1531-1931 a nagy évforduló kapcsán létesült a Lorántffy Zsuzsanna szobor, mint a hagyomány szerint, de ténylegesen is, történelmi tények szerint is az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb mecénása volt ennek az iskolának, Lorántffy Zsuzsanna. Ilyen értelemben nagyon méltó, hogy itt kapott egy szobrot. Az a nagyon különös, hogy ő elválaszthatatlan a férjétől, első Rákóczi Györgytől, de mindeddig még senkinek nem jutott eszébe, hogy első Rákóczi Györgynek is kellene egy szobrot emelni Sárospatakon. Tudtommal nincs is első Rákóczi Györgynek szobra Magyarország területén, de ez nem egy egészen 100%-os tudás. 31-ben határoztatott el, hogy megnyitják szemben az akkor épült úgynevezett angol internátussal az iskolakertet, és kialakítanak egy sétányt, kvázi, vagy tulajdonképpen egy szoborsétányt, és akkor folyamatosan létesültek azok az szobrok az elmúlt 80 évben, amelyek itt most láthatók. Mindig valamiféle nem egy koncepció mentén, hanem valamiféle évfordulóhoz kapcsolódóan, éppenséggel vagy egyéni kezdeményezésre, tehát koncepciót nem nagyon lehet itt ebben felfedezni, mert van itt színésznek szobra, népdalénekesnek szobra, írónak szobra, politikusnak szobra, és így tovább, tehát nehéz helyzetben is lenne az, aki itt koncepciózusan szeretne szobrot állítani, mert akkor olyan problémával szembesülne, hogy betelne az iskolakert szobrok sokaságával, hiszen 500 év alatt, több mint 500 év alatt olyan sok nagy ember került ki e falak közül, hogy lehetetlen mindenkinek ilyen emléket állítani. De minden esetre azt gondolom, hogy kevés város dicsekedhet azzal, hogy a kellős közepén egy olyan kis erdő van, amely az emlékezésnek egy különös helye, és egyben rangot is ad annak a településnek és annak az intézménynek, amely keretei között létesült ez a sétány, illetve ez a kert. Mindezek mellett a már említett angol, ma Kossuth internátusként is ismert épület ékessége ennek az iskolakertnek. A 20. század elején fogalmazódott meg az az igény, hogy jöjjön létre egy új internátus, a jobb módú református családok gyermekeinek, ahol az ő lakhatásukat tudják megoldani tanuló éveik alatt.
1930. június 23-án vette kezdetét az építkezés Sulek Antal tervei alapján, majd 1931. szeptember 31-én és október 1-én a reformáció 400 éves évfordulóján megtartott ünnepség keretében adták át. A református kollégium tartja ezt a fajta tiszteletet az elődök iránt. Sőt, ki is terjed a város népére, és itt a október 6-a ünnepség mindig itt van szegény Kazinczy Lajos szobra előtt. Aztán rendszeresek a megemlékezések március 15-én, az a Kossuth szobor környékén, vagy a környéke ad helyet annak, és hát a különféle alkalmak, mint mondjuk Erdélyi Jánosnak elég jelentős kultusza van, és sorolhatnám végig, Lorántffy Zsuzsannát pedig mindig megköszöntik virággal a végzős diákok, mert a hagyomány szerint ő segíti őket, hogy sikeres legyen az érettségi. A régi időben mindig éjfélkor kellett azt a bizonyos csokrot oda csempészni, hogy ne lássa senki, csak ő. Most is találtam a mostani érettséginél ott virágot, tehát úgy tűnik, hogy a gyerekek még nemzedékről nemzedékre átadják ezt a régi szép szokást. Az egyik legszebb épület, az biztosan mondhatjuk, ugye ez volt a angol internátus, most Kossuth internátusnak nevezik, most a középiskolás diákok laknak benne, eredetileg pedig a angol tannyelvű iskolának, iskola lakóinak a tanuló környezete és lakó környezete volt. Kevesen tudják, hogy nem csak aludtak itt a diákok, hanem itt oktatás is folyt, sőt, egyfajta az angol mintát követő klub élet, gondoljuk bele, hogy itt mondjuk pincér szolgált fel a diákoknak a saját éttermükben, és az angol óráknak egy része is itt zajlott, mégpedig anyanyelvi környezetet igyekeztek létrehozni azzal, hogy anyanyelvű amerikai és angol száz tanárok tanítottak itt, és éltek itt családostul ebben az épületben. Ez az államosítás után megváltozott, azt a környezetet is leépítették, amit úri környezetnek tekintettek, teniszpályák vették körül ezt az internátust, és hát a tenisz az úri sport, az, hogy a diákoktól vették el, ez a rendszert nem nagyon érdekelte, és miért ne teniszezhettek volna a munkási fiak is, ugye? De ez ismerjük, az ideológiák azok sosem a világosságról, hanem a sötétségről árulkodnak bármilyenek is azok. Minden esetre, hál' Istennek ez az épület itt maradt, és ki is nyílt a sétánnyal, a szobor sétánnyal ki is nyílt a kert számára, és gondoljunk bele, hogy valaha egy barokk kert létesült itt az épület előtt. Hát ezt most nem tudjuk helyreállítani, bár mintegy 3 milliárd forintba kerül a teljes rekonstrukció, ami a kertet is érinti, a Mudrány éttermet, a főépületet is, de hát egy barokk kertnek mondjuk a rekonstrukciója az 2-300 millió forint, ennyi pénzünk nincsen. Ezt részben állami támogatásból, részben a fenntartó egyéb támogatásból különítette el a Sárospatak fejlesztésére. Ma pedig kézzelfogható eredménye van ennek a fejlesztésnek, amelyet természetesen nem csak a diákok, hallgatók, hanem a városban élők, az ideérkező turisták, megemlékezők is élvezni fognak.